kívánok szintén a Dante Revelius alapnevelhez. Gratulálunk, harmadik helyezést ért el! Férfiúhoz klasszik fizikó kategóriában 103-as... Sziasztok! Ahogy ígértem is, jövök egy verseny utáni kis beszámolóval. Lezajlott a hétvégén a HBPF versenye, a Krikó Kupa. Ugye ez volt az első versenyem, az első tervezett versenyem itt a szezonban. És azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően remekül sikerült. Igazából amiért mentem, a tapasztalatszerzés, ahogy kipróbáljam magam egy másik ligában, és levonjuk a következtetéseket, hogy van-e itt egyáltalán keresnivalóm, van-e értelme ebben még többet belerakni. Szerintünk van, és úgy gondoljuk a csapattal, hogy igenis helyt álltam a nagyfiúk között, úgyhogy alapvetően tényleg azt tudom mondani, hogy maximálisan elégedetnek kell lennem ezzel az eredménnyel most. Három kategóriában is indultam, újonc klasszik testépítésben, újonc bodybuildingben, és a harmadik kategória az a 180 cm plusz klasszik testépítés volt. Hát mondanom sem kell, hogy azért mind a három kategória elég acélos felhozatal volt, tehát brutális. Így nagyjából már verseny előtt láttam pár srácot, hogy kikkel fogok versenyezni, de nyilvánvalóan a télőben ez még komolyabb volt, tehát ők azért nem egy éve vannak ebbe a ligába, meg nem most kezdték az ipart. Nagyon durva volt, tehát igazi húshegyek mellett álltam, főleg ami nagyon durva volt, ugye az újonc bodybuilding kategória, az hajmeresztő volt. Én úgy gondolom, hogy az újonc klasszik kategóriában ott talán azért jobb helyezést is el tudtam volna érni, de nyilvánvalóan ezen most tök fölösleges rágódni, meg agonizálni, meg agyalni. Úgy sikerült, ahogy. Negyedik helyezést értem el az újonc klasszikban, negyedik helyezést értem el az újonc bodybuildingben, mind a kettő szerintem baromi jó, tehát hogy így tényleg abszolút nem mondhatok rá semmit, meg nyilvánvalóan most nem is számít a helyezés semmit ebbe az esetbe. Tudom, bárki mondhatja ezt, hogy nem számít a helyezés, meg mindenki nyerni megy. Ebbe a jelen kontextusban nekünk az volt a győzelem, hogy tényleg lássuk azt, hogy van-e ennek értelme, meg hogy mit sikerült egy év alatt felépítenünk. És volt még ugye a magas klasszik testépítés, ott nem kerültem döntőbe, nyilvánvalóan ott óriási hegyomlások ellen sikerült megütközni, úgyhogy igen. Így sikerült a hétvégi verseny. Talán ott egy kicsit csalódott voltam, és így talán jobb helyezéseket vártam volna. Nyilván egy kicsit dacoltam is magammal ez miatt. És hát volt két napom eldönteni, hogy én ezt az egészet akarom-e csinálni. Ugye másik szövetség versenye most már lesz ezen a hétvégén. És akkor nyilván a heti menetrendet is úgy kellett volna összerakni, viszont én meghoztam azt a döntést. Egyéb okokból is, hogy nem folytatom a szezont. Ugye most még hát konkrétan egy hónapig tartott volna a szezon, hogyha nézem a bécsi versenyt, ahol indultam volna, hogyha nézem a Superbuddy-t, ami az utolsó verseny lett volna, október 26. Úgy gondolom, ez rengeteg idő, ezt az időt rá tudom szánni a recovery fázisra, rá tudom szánni arra, hogy férjként jobban működjek, hogy helyt álljak férjként jobban az életben. Lakásfelújítás, autóvásárlás, tök sok minden dologban benne vagyunk, és úgy gondolom, hogy tényleg így most meg kellett hoznom ezt a döntést. Egyébként minden adott lett volna, tehát nyilvánvalóan az egész környezetem ez úgy lett kialakítva, hogy ezt én tudjam csinálni. Tehát se pénzügyi akadálya nem lett volna a versenyeknek, se semmi, meg most már itt voltam, hogy itt vagyok lediétázva, miért ne csinálhattam volna végig. De mégis úgy voltam vele, hogy most meghozom ezt a döntést, mivel annyira ég bennem a tűz, és annyira ég bennem a vágy, hogy jobb legyek, és legközelebb, amikor visszajövök, akkor úgy jövök vissza, hogy nem lesz kérdés. És az a kiaknázatlan terület, ami még van ebbe az egészbe, tehát hogy konkrétan szerhasználat mellett én még érdemi, normális tömegnevelést nem csináltam.
Ugye én 11 év naturál testépítés után döntöttem úgy, hogy indulok el a másik oldalon. És mondhatni egy év van benne ebbe az egészbe. Úgyhogy még rengeteg a kiaknázatlan terület, és úgy gondolom, és ezt a visszacsatolást is kapom egy csomó edzőtől, egy csomó hozzáértő embertől, hogy óriási potenciál van még bennem, és hogy igenis van értelme csinálni. És akkor visszakanyarodva tényleg annyira ég bennem a vágy, hogy én fejlődni akarok, hogy építkezni akarok, hogy tényleg szeretnék minőségi tömeget növelni, és úgy visszatérni, hogy ne legyen kérdés ez a dolog, hogy meghoztam ezt a döntést, hogy most itt vége a szezonnak. Azonnal el is kezdünk mindent, amit ilyenkor el kell kezdeni. Szépen regenerálódok. Az egészségügyi részét, ha kell, mert nyilvánvalóan a laborvizsgálatok alapján eldöntjük, hogy mi az, amit rendbe kell tenni, meg mi az, ami egyébként nem ment el annyira. Hozzáteszem, baromi jól érzem magam, úgyhogy valószínűleg olyan nagyon nagy problémák nincsenek, meg nyilván folyamatos laborvizsgálatok voltak eddig is, úgyhogy valószínűleg ezzel nagy probléma nincsen, továbbra sem. És szeretném megkezdeni minél előbb az építkezést, és valószínűleg 2025 ősz, de leginkább, amit reálisnak látunk, az a 2026 tavasz lesz az én visszatérésem időpontja. Szeretném is rövidre fogni ezt a videót, és nem túlbeszélni, meg nem magyarázkodni. Ez most így sikerült. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy vigyem már tovább, hát ne hülyéskedjek, meg hogy sokkal jobb eredményeket is elérhettem volna, igazságtalanak voltak a döntések. Tök mindegy, tök mindegy. Itt ami a lényeg ebben az egész sportban, hogy évről évre jobb sportolók tudjunk lenni, és elfogadjuk azt, hogy ha eljön az az idő, vagy eljön az a pont, ahol egyet hátra kell lépni ahhoz, hogy aztán a későbbiekben hármat előre tudjak lépni, és én úgy érzem, hogy ez most itt megtörtént. Nem tudnék nyugodt szájízzel tovább versenyezni most ebben a szezonban, úgy érezném, hogy felelőtlenség, ott vannak a versenyzőim, akikre rengeteg időt kell, meg rengeteg energiát kell szánnom, úgymond. Rengeteg munkát kell berakjak az ő felkészülésükbe is, meg rengeteg egyéb más dolog van az életben, amiben most úgy gondolom, hogy tudnék fejlődni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a pozitív visszajelzéseket, nagyon szépen köszönöm a szurkolást, baromi jól esik, tényleg, egytől egyig mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a csapatomnak és az edzőimnek, valamint mindenkinek, aki valamilyen úton, módon segített a felkészülésembe. Óriásiak vagytok, nyilvánvalóan tudja mindenki, hogy kiről van szó, de hát nekik nyilván egyesével is meg fogom köszönni a dolgot. Úgyhogy így alakult ez a dolog, egyébként nagyon élveztem a színpadot, nagyon éltem, főleg így a második, harmadik kategóriánál már kicsit otthonosabban mozogtam. A formaidőzítéssel kapcsolatban volt, hogy kaptam hideget, meleget, tök érdekes, egyébként volt, aki rám írt, hogy teljesen ismeretlenül olyan hangnembe, hogy így köpni nyelni nem tudtam. Azért szerintem annyira gázos nem volt a sztori, kicsit túltöltöttünk, nyilvánvalóan tapasztalatszerzés volt a célunk. Volt egy olyan korábbi tapasztalatunk még a naturál versenyzés kapcsán, hogy baromi sok CH kell, és azt láttuk folyamatosan, hogy lapos vagyok, aztán a végül én egy kicsit valószínűleg túltöltöttünk, de hát ez benne van ebbe a sportba. De amúgy alapvetően szerintem annyira nem volt gáz a szitu, mert egy konkrétan kész fizikummal sikerült amúgy oda mennem, tehát szárassággal nem volt gond, egy kicsit vizesebb lett a fazon a végére, de ennyi. Úgyhogy tényleg röviden, nagy vonalakban ennyi. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a bíztatást, a szurkolást. Kurva jól esik. Viszont én úgy gondolom, hogy most én nem leszek kevesebb se edzőként, se sportolóként sem, hogyha meghozom ezt a döntést, hogy nem versenyzem tovább. Szerintem ez egy felelős döntés most. Úgy gondolom. Úgyhogy nyomom tovább ezerrel. Próbálok minél aktívabb lenni a közösségi média felületeken, meg minél több tartalmat gyártani, minél több effortot tenni az edzésembe, a coachingba. És hát, mit is mondhatnék? Legyetek ti is ilyen következetesek, és ha látjátok, hogy valami nem úgy megy, ahogy mennie kell, vagy nem tudjátok azt teljesen 100% odaadással csinálni, akkor néha tényleg meg kell állni, és meg kell hozni ezt a döntést, hogy egy lépés hátra, hogy aztán majd kettőt előre tudjatok lépni. Nálam most fennáll ez a helyzet. Majd az idő eldönti, hogy jól döntöttem-e vagy sem. A színpad az mindig meg fog várni, az mindig ott lesz. Ha már korábban is tudtam 11 évet várni arra, hogy
hogy színpadra lépjek, akkor szerintem most is tudok még másfelet várni. És egy jóval nagyobb izomtömeggel, meg majd jóval, jóval komolyabb és érettebb izomtömeggel tudok színpadra lépni. És nyilván sokkal komolyabb eredményeket elérni. Köszönöm, ha végignézted a videót. Jó edzés nektek. Sziasztok! Na és akkor nézzünk pár színpadi felvételt, pár színpadi fotót. Egyelőre még csak ezek vannak a birtokomban, de hát a lényeget itt is látni fogjátok. Tehát itt konkrétan a két újonc kategóriából raktam be fotókat, és hát majd mindjárt látni fogjátok, szörnyetegekkel álltam egy színpadon. Ez egy klasszik újonc kategória. Majd mindjárt jön a testépítés újonc is, brutális mezőny. Én is azt gondolom, hogy alapvetően helyt álltam. Olyan srácokkal álltam egy színpadon, akik azért itt nem mindenki egy éve van benne a szerhasználatban, mint én. És úgy gondolom, hogy helyt álltam. Mindjárt jön fotó majd az újonc testépítésre. Ezt nézzétek, itt már az eredményhirdetés. Elképesztő húshegyek álltak. Tehát, hogy ez nagyon durva. Tehát ez amatőrbe ilyen kategória, ilyen újonc kategória, ez nagyon durva. Ezek az előző napi, a verseny előtti napi formaképek, ugye itt már Szabiéknál voltunk, az edzőmnél, náluk aludtunk. Itt ez a kép, ez a regisztráció után készült, ez már a verseny napjáról. Itt még tök jól éreztem magam. Ez nem sokkal a színpadra lépés előtt. Itt Katussal a kép, meg a kis szurkolótáborommal, akiknek nagyon-nagyon nagy köszönet jár, hogy eljöttek, szurkoltak nekem végig, végig támogattak, tényleg nagyon-nagyon jól esett. Aztán természetesen verseny után volt egy kis kajázás, ezt így mindet egybe sikeresen levertem, meg még egy-két ilyen-olyan szeletet. Aztán jöhetett egy kis séta Szeged belvárosában, nagyon-nagyon szeretjük Szegedet. Mondhatni talán az egyik kedvenc városom, természetesen Zalaegerszeg után. Aztán a sétát követően nézzük, hogy mi történt. Egy kis ellazulás. Kedves egészségetekre! Priva! Priva! Mondhatjuk úgy is, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni. Na mindegy is, ezek a fotók egyébként már a hazaút során készültek pihenőnkbe. Itt már próbáltam ugye visszaállni a teljes diétás étrendemre. Aztán folytatjuk a rutinokat. Most bizonyos szokásokat ugyanúgy meg fogok tartani. Nyilvánvalóan, mint a reggeli sétát is. Bent van a reggeli sát. Ginger shot, taurin, glutamin kíséretében, citromlé. Ez mellé még megy ilyenkor magnézium, kálium. Próbálom minél jobban hidratálni már magam a reggeli órákban is, minél több folyadékot inni. Aztán persze ugye, ami még szükséges, tutka, astragalusz, vese és a máj védelme, regenerálódása érdekében. Jövő héten fogok menni egyébként csináltatni egy nagy labort, átnézni a dolgokat, mi hogy áll, mint a hormonlabort, mint az általános nagy labort, és akkor majd az alapján szépen el tudjuk dönteni, hogy mit, meddig, hogyan csináljunk majd az elkövetkezendő időszakba, ebbe a health phase-be. Aztán pedig minél előbb, reményeim szerint neki tudunk állni, építkezni. Nagyon várom már. Ja, pörögnek az edzések is ezerrel. Szépen építgetem újra az erőszintet, mozgástartományokat, gyakorlatokat szelektálni. Vannak új gépek is a teremben azóta, úgyhogy biztos fogok beiktatni belőle újakat. Hogy tudja, a videó elején hallhattátok a kis beszámolómat a versenyről, meg hogy miért is nem viszem tovább ezt az egészet. Ehhez továbbra is tartom magam, nyilván a kis ördög az ott ült most végig a vállamon, meg egy-két ember is,
akik mondták folyamatosan, hogy hát azért ott az Ausztria kupára még azért össze lehet gyors szedni magad. Ez ugye október 19, de nem fogom összeszedni magam. Meg nem szeretnék versenyezni most, úgyhogy építkezés ezerrel. Ilyenkor diéta után az egyik legfontosabb az az volna, hogy az éhséget tudjuk jól menedzselni. Úgyhogy az első étkezésem az most egy ilyen lecsós, sütőtökös rántotta lesz. Ugyanis próbálom az ételek térfogatát növelni továbbra is. 3200-3300 kalóriára jön most ki egy napi étkezésem egyébként. Próbálom megoldani minél inkább olyan ételekkel, amik nagyobb térfogatúak, mondanom sem kell, hogy azért milyen éhség van rajtam. Hát 4-5000 kalóriát simán meg tudnék enni, úgyhogy nyilván ez most egy ilyen kulcs, így a folytatást tekintve, hogy ne szaladjon el a súlyom egyébként. Ma reggel 95,6 kiló voltam, csak versenyen még 94,9-en mérlegeltem, úgyhogy szerintem ez tök jó. Be is fogom mutatni most majd nektek ezeket az ételeket, hogy hogyan oldom meg, milyen ételeket fogyasztok. Egyébként magasabb zsírbevitelem is van, ami most így hormonálisan, meg elég sok szempontból is segít nekem a recovery fázisba. Úgyhogy minden ilyen étkezésemet be fogok most mutatni. Ez az első. Akkor itt található 3 egész tojás, 200 mg vagy 200 ml tojásfehérje. Lecsó van alatt, amit már előre elkészítettem, az paprika, gomba, cukkini, padlizsán, és akkor erre jött még 200 g-nyi sütőtök elkészítve, azt ugye előre már lesütöttem. Szárított gombával szoktam egyébként ízesíteni. Sóbors, ennyi. Jó nagy adagkaja lett, és viszonylag alacsony kalória. 500 valamennyi csak. Ja, és van benne még főtt rizs, 150 g-nyi főtt rizs. És így néz ki a forma jelenleg. A súlyomat is viszonylag elég jól tartom. Verseny után egy héttel is csak másfél-két kiló plusz van fönt a mérlegeléshez képest. Hát, ami baromi nehéz ebbe az egészbe, az tényleg az, hogy nyilván így, hogy most szintet lépek mindenbe, az off-szezon is teljes mértékben máshogy fog alakulni. Úgyhogy sokkal szárazabb formát kell majd tartanom végig az elkövetkezendő egy-másfél évbe. És a kardiók is bennmaradtak, a vákumgyakorlás is bennmaradt, minden. A naturál versenyzőim pedig elkezdték a szezont. Ciprián egyből 2 második helyet is szerzett men's physique kategóriában, aztán Bendegúz és Márk remekül szerepeltek atletik és openben. Nagyon-nagyon jól kezdték a srácok a szezont, és jön még majd egy versenyzőm, Tamás, ő majd most kezdi meg a szezont, atombomba lesz. Ha szeretnétek még több tartalmat látni a versenyzőimről, szeretnétek még jobban belelátni az online coaching szolgáltatásomba, akkor kövessetek be Instagramon, sokkal több tartalmat osztok ott meg az egész klientúrámról, mint versenyzőkről, mint pedig a lifestyle coachingban szereplő klienseimről. Ha pedig szeretnél hozzám jelentkezni online coachingra, akkor azt a videó alatti leírásban található linken keresztül tudod megtenni, vagy pedig nyugodtan írj rám Facebookon, Messengeren, vagy pedig Instagramon, privát üzenetben, és akkor tudunk egyeztetni a továbbiakról. A verseny után egyébként megkezdtem sikeresen az edzéseimet, itt egy push edzés részletet láthattok. Nyilvánvalóan a súlyok azok még erősen alá vannak lőve, tehát próbálgatom szépen újraépíteni a mozgásomat, újra megerősödni ezekben a mozdulatokban. Ahogyan majd a kalóriákat emeljük, nyilvánvalóan az üteme is sokkal gyorsabban fog haladni ennek a folyamatnak. Egyelőre próbálom élvezni az edzéseket, az edzőmtől ezt az utasítást kaptam, Szabi csak annyit mondott, hogy élvezd az edzéseket, ne sérülj le, és próbáljunk minél előbb visszakerülni egy rendszerbe. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy a héten meg is történik most már, meg majd készül az új terv. Ugye szépen el fogok menni most majd laborba, és megnézzük, hogy ez a health phase, ez meddig fog tartani egyáltalán, kell-e szünetet tartanunk bármiben is,
indokolta, és akkor úgy szépen össze tudjuk rakni a következő egy évünknek a tervét, hogy mit, hogyan tovább. Nos, így alakult számomra ez a szezon, én itt ugye abba is hagyom most. Nagyon-nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani az edzőmnek, Szabinak és mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a felkészülésemet. És hát talán ami a legfontosabb, hogy nézzük itt meg a 2022-es verseny előtti formát, meg a 2024-es formát. Ezt sikerült összehozni. És ugye ebből csak egy év volt az, ami egy év, három hónap, ami a szerhasználat volt igazából. Innen megyünk tovább. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és kövessetek be Instagramon is. Köszönöm!